ismét reptéren, Budapest, Liszt Ferenc reptér. 30 perc van a gép indulásáig, a kapunk mindjárt bezár, nem meglepő, megint késésben vagyunk. 2 órával ezelőtt kezdtünk el bepakolni, de kiértünk, Csabit kiszedték, mindenhogy átvilágították, de itt telefonálgatva rohan utánam, keressük a kapunkat, C12-t, aztán pattanunk a gépünkre, és irány Dubaj! Sem maradtunk le a gépről, itt ülünk a leghátsó sorban, képzeljétek el. Nagyon nehezen befriseltük a bőröngyeinket. És hát ahogyan látjátok, a gyerekek nincsenek itt, csak kettesben vagyunk. Itt van a Csabink. Bizonyám, itt van. És hol vannak a gyerekek? Nincsenek, ott sincsenek, ott sincsenek. És sincsenek. Most kivételesen a kocsiba se hagytuk őket. Nem. Na most otthon maradtak a gyerekek. Azt mondták, hogy szülők, menjetek el, ki akarunk titeket pihenni. Úgyhogy magánmentünk. Egyébként, amikor először elmondtuk nekik, hogy elutazunk, akkor volt egy kis kiakadás. Főleg a Benny volt a szószólója a kiakadóknak. Aztán a Nini nyilván csatlakozott hozzá, mint kis árnyéka mindenben. És az volt a fő probléma, hogy repülőre ülünk nélkülük, és hogy ezt hogyan képzeljük. Aztán a második nagy probléma az volt, amikor kiderült, hogy melegbe megyünk, és ők nem jönnek, és nem fognak tudni medencézni és pancsolni. Aztán elmondtuk, hogy mama meg papa marad velük, és pont itt vannak Belgiumból az unokatesóimnak a gyerkőcei, úgyhogy lemennek vidékre hozzájuk a hétvégén. Úgyhogy lesz kirándulás is, lehet, hogy már pénteken, óvi után, alvás előtt elhozza anya őket, úgyhogy tök nagy boldogság volt, és mondták, hogy hozzunk azért nekik valami kis meglepetést, és ők visszaszámolják a napokat. Úgyhogy hát most először, mióta 2 gyerkőcünk van, útnak indulunk egy kicsit, és nélkülük fogunk pihenni. Meglátjuk, hogy milyen lesz, furcsa, így kicsit egyszerűbb volt, bár így is majdnem elkéstünk, de hát azért egyszerű gyerekek nélkül első körben, de már nagyon hiányoznak, és izgulok nagyon, hogy minden rendben legyen velük. Ez a könyv, ez megjárta már Tájföldet is, ahol összesen sikerült kb. 50 oldalt olvasni, annyit, mint az elmúlt 1 órában körülbelül, illetve már annál most többet, úgyhogy remélem, hogy a végére jutok most, amit nyaralunk. Megérkeztünk Dubajba, elkövettük azt a hibát, hogy most sem foglaltunk online előre autót, amit kellett volna, mert egyrésztről sokkal olcsóbb lett volna, mondjuk egy ilyen 20%-kal minimum, illetve nagyon-nagyon kevés bérelhető autó van, csak a foglalásokhoz készülnek autóval szinte. 2 autóbérlő cégnél is érdeklődtünk, a Europcarnál is náluk 1 autó sem volt, végül az Avis-től béreltünk, az olcsóbb volt, mint egy helyi autóbérlő cég, és nagyjából egy hétre ilyen 70 000 forintnak megfelelő összegért tudtunk bérelni, ami nagyon fontos, és már Tájföldön is volt gond az egyik hotelben, hogy képzeljétek el, hogy itt csak kreditkárdot fogadnak el, tehát azt a típusút, ami nálunk mondjuk 3 bankkártya volt, mindegyik debitkártya, azt nem fogadják el. Úgyhogy ebben az esetben itt most úgy tudtuk kiküszöbölni, hogy egy depozitot, egy foglalót kellett letenni, még olyan annyi összeget, mint amennyi maga a bérlés volt. Úgyhogy itt egy úriember megmutatta nekünk az autót, szereztünk egy ilyen kis Nissan Sunny-t, ez lesz a járgányunk, a következő 1 hétben is fog elrepíteni minket, reméljük, jó sok helyre. Az autópályadíjak, azokat azzal nem kell foglalkoznunk, azt mondták, mert hogy az biztosítja a cég. A Csabi pedig, amíg rendeztem az autót, addig elment, és itt is vett egy ilyen SIM-kártyát, amivel lesz internetünk, így tudunk navigálni, és úgyhogy hát meg is keressük a hotelt, ami
Három helyen fogunk megszállni, három különböző pontján Dubajnak az itt töltött egy hét alatt. A Radisson-nak a hoteljeit fogjuk váltogatni. Az első az a Radisson Blue Dubai Marina lesz, úgyhogy most oda megyünk, az nagyjából egy fél órára van innen. Egy sivatagi túrára megyünk, kvadozni megyünk, illetve egy ilyen beduin táborba vacsorázni, tevegelni, helyi különlegességeket fogyasztani, sisázni és hasonló dolgok. Interneten kerestünk ilyen visszajelzések alapján jobbnak ítélt szolgáltatókat, és igazából WhatsApp-ben... Sivatagi túra szolgáltató. Hát, ja, figyelj, volt kb. 1000, a Csabi szundikált egy órát. Van egy jó sivatagunk hozzá. Csabi szundikált egy órát, az alatt én kigugliztem, elolvastam minden TripAdvisor review-t, hogy mégis mit ajánlanak és mit nem ajánlanak, és ez alapján, ami árérték arányban legjobbnak tűnt, azt választottuk. Egyébként az autó az nagyon korrekt, amiben ülünk. És ez egy ilyen esti túra, tehát nem a reggelit választottuk, hanem a naplementéset. Úgyhogy megpróbálom majd lőni néhány szép fotót is. És én annyit tudok, hogy az EG-jel visz engem most a sivatagba padozni, ez pontosan nem tudom, mit jelent, hogy most mögét fogok felülni, és... Biztos, hogy nem. Hogy fogjuk ezt? Te fogsz vezetni. Próbáld ki. Örülsz neki? Egy élmény lesz. Én örülök neki, én nagyon szeretek hadozni. Én nem. Számomra ez egy nagyon jó program, majd megszeretette is. Biztosan, meg lehet. Felfelülök mögéd és csapatod. Helyzetjelentés. A gyerekülés részen hátul hárman nyomorgunk. És még várunk embereket. A középső sorban ül egy lány, és most még érkezik kettő valaki. Fél órája úton vagyunk. Túlra. Vagy 40 perc, fél órája vagyunk úton. Mindenem fáj, mindenem zsibbad. Kétszer bevártam a fejemet, mert hogy ez itt már így a vége a kocsinak. Tehát ha én nem férek el. Tehát még tervez beülszelgé. Azért van itt fent a lábam így, mert hogy nem tudom máshová tenni, Csabi. Nekem még a bokám is össze van. Még a bokám is össze van szorítva, akik vére kitálják. És esik az eső odakint. Egy 6 éves kisgyerek. És esik az eső odakint. Nagyon ne panaszkodjunk. Hát Egi azt ígérte, hogy döbbenetes kis délutáni programunk lesz. Eddig döbbenetes. Eddig döbbenünk. Pillanatonként, szóval bent ülünk egy Mitsubishi Pajero, azt hiszem. Az mondjuk 90%-ra így van. Heten ülünk, és most megálltunk így a sivatag elején, be kellett kötnünk a biztonsági javát, és úgy néz ki, hogy nem fog változtatni a helyzetünket, így ahogy van, heten belevágunk ebbe a ralliba, ami kicsit sem kényelmes, de izgalmas. Úristen! Hozzáteszem, 2 órát jöttünk autópályán majd. Nem. Azért, mert Dubajban nagyon messze van a sivatag. Olyan nehezen találtunk, mint a sivatagot, és 2 órát kellett jönnünk. Mindenem fáj, mert ez... És 7 emberrel nekiállnak rallizni. Na jó, megmutatom. Porcikámmal kapaszkodok! Nekem nem kell, a nem vagyok ide szorítva. A nyakamat elvágja a biztonság! Ez valami nagyon-nagyon durva volt, az az igazság. Nagyon rosszul voltam. Fú, nagyon vártam, hogy vége legyen. Ezt még hallani is rossz. Ez annyira jó volt. Hú, nagyon hány ingerem van. Középen, ahol én ültem. Fáj mindenem is, elzsibbadtak a kezdeni. Ezelőtt enni nem szabad. Én igazából reggelítettem utoljára 6-7 órával az ezelőtt. Milyen jó a kis ízélete a fejeden, a kis kendőcskét. Az jó, igen. Nekem is jó. Igen. Én még kicsit pihegek itt a Jeep után, én nem bírok most ráülni. Kicsit a gyomrom még liftezik.
képzeljétek el, hogy itt fotózkodunk a sivatag közepén, és tökre esik az eső. És tiszta víz az egész homok már, úgyhogy ez annyira nem sikerült. Szia Csabi! Szóval a sárban fotózkodunk. Hogy tetszett a quad? Jó volt. Nagyon gyorsan eljött a búcsú ideje a Radisson Blue Marinától, Csabi ott csomagol, a bőrögyeinket összepakoltuk, és kapkodunk is, reggelizni sincsen időnk, majd elmegyünk később egy brunchra, de 10 órára a Burj Khalifába van jegyünk, hogy fel tudjunk menni, úgyhogy hát itt van mögöttem a szoba, konyhával, asztallal, kanapé, fésülködő asztal, mögöttem egy terasz, ami ugyan zajos, mert autópályára néz, de egyébként jól szigetelnek az ablakok, szóval nem zavarú. Mögöttem az ágy, és akkor itt van a kis bejárat és két gardrob szekrény, mögötte pedig a mosdó. Így nézett ki a kis szobánk, amit most elhagyunk, és egy másik Radissont veszünk irányba. Megkaptuk a jegyeinket. Megyünk fel a felhők közé. A világ legmagasabb épületébe. Ami csak most a világ legmagasabb épülete, mert ha jól tudom, Kínába készül a már ennél is magasabb. Ó, oh, wow. Itt a beléptető rendszer, és itt sincs szinte senki. Ez nagyon durva. Nem tudjuk miért, de mi nem ott jöttünk be, ahol a többiek, hanem egy kis ajtón, de ugyanoda érkeztünk, ahol a többiek. Legalább 4 lépéssel hamarabb jutottunk be, mint bár. Egyébként kicsekkoltunk a hotelből, a Radisson Blue Marinából, és délután becsekkolunk a Radisson Media Citybe. Váltunk egy kicsit helyszínt, a következő pár napot ott töltjük, és utána egy harmadik hotelbe is átköltözünk majd. A Burj Khalifa 194. emeletére. Nincs annyi emelet. Annyi emelet van? 165 talán. És milyen magas az épület? 828 yes. méter volt, megjegyezted. Igen, nagyon magas. Nagyon. Nem tudod képzelni. Nem igazán még. Mennyi kilengése lehet ennek? Több méter. Megnéztük a szökőkutáncát, a Csabi megvett magának fagyit. Csavaros fagyi a legjobb. Fincsi? Teljes csavaros fagyi. Fino? A legjobb. Na, én nem vagyok egy nagy fagyis, Csabi annál inkább, gyerekek nélkül is tolja. Megyünk valahogyan, megpróbáljuk megkeresni a garást, ahol leparkoltunk. Egyébként a Dubai Mall-ban kell leparkolni, hogyha jövünk megnézni a kalifát. Itt vagyunk a Dubai Frame-nél. Keretnél.
Igen, nem volt egyszerű ide találnunk, mert hogy beütöttük a navigációba, ismét Waze-be, amit már javasoltunk nektek többször, hogy csak óvatosan használjátok. Hát a navigáció elvitt minket egy másik helyre, nem oda, ahova szerettünk volna, de végül is ide találtunk. Megtaláltuk ezt a baromi nagy keretet, amit ide építettek, és csodálatos fotózkodó hely, mindenki így mondja a kis fotóit magáról, zseniális. Egyébként egy tényleg iszonyat nagy fényképkeretnek tűnő valami keretformájú építmény. Ami jó tanács, hogy ne pénteken vagy szombaton gyertek, mert hogy egy órába telt a parkolás, nagyon-nagyon nehezen tudtunk megállni, nagyon sokan vannak, ahogyan mondtuk, ez itt hétvége, úgyhogy inkább próbáltok hétköznap jönni. Ez a La Mer, Merás, vagy valami ilyesmi a neve. The Plage. The Plage. Hát ide érdemes gyerekkel is eljönni, aki hoz magával, mi ugye nem hoztunk. Nagyon sok gyerkőcös hely van, játszótér, mindenhol gyerekmenők, nagyon-nagyon kellemes, egy csomóan itt a fűben heverésznek, piknikeznek. Most nagyon kellemes az idő is. Mert hogy nekik ma hétvége van. Így van. És ez látszik is rajtunk. Mert hogy itt vannak kint mind. Annyira Balatonfüred feelingje van. Siófok! Siófok, tényleg, Petőfi sétány, mintha ott lenni. Nem mutatjuk nektek, hogy mit tervezünk vacsorázni, mert ma ilyen seafood és lobster night van, ami azt jelenti, hogy tengergyümölcsei és ilyen homár est van. Nagyon-nagyon sokféle tengeri dolog van itt, nagyon sok minden el van készítve, előételek, halas, tortától kezdődően, nagyon sok minden, persze van nem halas is, és vannak még ilyen jégágyon és friss tengergyümölcsök, és azt pedig grillezve lehet kérni. Itt mindenféle saláták, hideg előételek, és egy csomó-csomó desszert is. Nézzétek, milyen sok finomság. Mondhatjuk, hogy mindenki örömére? Mondhatjuk, hogy ez az én örömömre van, mert hogy én elélnék ezeken a dolgokon, a Csabi kevésbé, de egyébként Csabi nyugi, van csirke is. A Blue Radisson Media City-ben vagyunk, két épület van összekapcsolva egy-két, át kellett jönnünk a két másik oldalra, és egy bruncson vagyunk. Itt nem Sunday, hanem Saturday, mert szombat van. Nagyon sok gyerekkel, programokkal, több fogással is hozzák az ételeinket. Sziasztok! Jó étvágyat Csabinak! Köszönöm! Megéheztél? Na, pedig megreggeliztünk a Radisson Blue Media City-ben, és... Néhány órával ezelőtt? Hát egy másfél ezelőtt. Kettő? Három? Négy! Hát nagyon repül az idő ilyen jó társaságban, úgyhogy elvesztettem az időérzékemet. Mert hogy közben ide teleportáltunk szinte ezzel a kis Nissan Sunny-val Abu Dhabiba eljöttünk. Gyakorlatilag repül az úton. Igen, suhantunk. Olyan erős szél volt, hogy igazából jobbra-balra alig lehetett tartani az autót a 8-sávos autópályán. És Ági tömege sem sokat segített. Igen, nem nyomtam sokat a latba. Viszont nagyon rossz időre ébredtünk ma reggel Dubajban. Már nem is zörgök.
Nagyon rossz időre ébredtünk ma reggel is Dubajban. Volt fejtörés, hogy így mit csináljunk, hogy csináljunk, holnaptól már jó időt mond, és terveztünk még egy kis Atlantiszt, meg mindenféle meleg dolgot, és hát úgy döntöttünk, hogy ha esik, ha nem esik, elindulunk Abu Dhabiba, és megnézzük a nagy mecsetet, és lehet, hogyha még lesz időnk, akkor egy-két más dolgot is. Úgyhogy megérkeztünk a Zayed Sheikh mecsethez, itt vagyunk a parkolóban. És itt már gyönyörűen süt a nap. És nagyon melegnek ígérkezik. Viszont a fák lombjain úgy tűnik, hogy nagyon fújhat a szél, nem szálltunk még ki az autóba, úgyhogy pontosan nem tudjuk. De innen belülről úgy néz ki, hogy óriási szél van kint. De viszont melegnek tűnik, mert nagyon sokkal repült nadrágba a pólóba mászkálnak, úgyhogy nagy baj nem lehet. Mert nincs is hosszú ruhájuk, mint ahogy mi sem mint ahogy nekünk se egyébként reggel, ez komoly fejtörés volt, hogy vajon mit is vegyünk föl. Én tényleg nem hoztam magammal még egy pulcsit sem. Na nem baj, megnézzük. Hú-hú! Csapassuk. Szuper helyen leparkoltunk. Aztán közölték velünk, hogy mi nem mehetünk be akárhol, mint itt a helyiek, hanem a parkoló legesleg túlsó végén, no thanks, egy ilyen tojásformájú üveg épületbe kell mennünk. Vissza minket innen a mecsetnek a teréről, le a föld alá. És az egész mecset alatt és parkolórendszer alatt van egy teljes épület, egy komplexum mosdókkal, üzletekkel, ilyen futófolyosókkal, amin sétálni lehet, gyorsabban haladjunk. Nagyon komoly. Az aranypiacot, a fűszerpiacot. És hoztak egy zsákot, és tele akarjuk tömni aranyjal. Leparkoltunk itt a Deira negyed környékén, és vettünk jegyet hajóra, ami elvisz minket valahová, meglátjuk. Ez van olcsó volt két főre. Szerintem ez mondjuk nem egy retúrjegy, hanem csak egy odajegy. Volt 4 dirham, ami azt jelenti, hogy 320 forint. Lélekvesztővel fogunk átvenni a folyón, akkor meg fogunk érkezni a jó kis aranypiachoz. Mert a textil az azért durva volt. Tragika most borzasztóan erről, mert igazi autentikus mix, hogy kajárnában kajáratunk. Egy ilyen 8 székes kis helyre beültünk, valami kis térszerű valami.
annyira jó illat van, hogy elmondani nem lehet. Ellenőrizhetetlen minőségű valami gyroszhoz hasonló, de teljes mértékben más nevű valamit fogunk enni. És izgulok amúgy, de nagyon jó illat van, úgyhogy... Az, aki meg lesz sütve, meg talán még én abban reménykedek, hogy nem tevén leszünk, de... Meg sem kérdeztük, hogy milyen hús az, ja, amit csinálna. Ne is kérdezzük szerintem. Azt mondja, olyan, mint a marha, amit a hús. Hajóztunk! Jól laktunk, megjártunk. Futottunk. A Budabit most átfutottunk, elég kevés ideig volt zöld a lámpa. Úgy döntöttünk, nem taxizunk vissza, hanem sétálunk. Nem is volt nagy séta, és itt is van előttünk a parkoló, ahová... Igen, mindjárt vagyunk a kis Sunny-nál. Visszasétáltunk. Sunny. Van egy hatalmas parkoló, mi itt hagytuk, ingyenesen lehet parkolni itt is. Itt hagytuk az autót. Vagy legalábbis nem tudjuk, hogy ingyenesen, de mi itt hagytuk az autót. Igen. Bainas Station, ahol leparkoltunk. Itt váltottunk jegyet a vízitaxira, ami átvitt minket a folyó túloldalára. Ott megnéztük a régi textilpiacot, meg az ilyen óváros részt aztán hajóról. Annyira, mert az nem volt olyan izgi. Nem volt annyira izgalmas, viszont onnan egy ilyen kis lélekvesztő hajóval át tudtunk hajózni. A másik oldalra. Ez annyira ingyenes, hogy szerintem megbüntettek minket 150 dirhamra. Ami azt jelenti, hogy 10.000 forint nagyjából, vagy jól mondom? Aha, igen. De. Szóval akkor itt nem ingyenes a parkolás, úgy tűnik sajna bajna. Szóval ezt a kört egyébként ajánljuk alapvetően mindenkinek, mert jó pofa volt az aranypiacot is végig sétáltuk, fűszerpiacot, és onnan vissza gyalog ide a parkolóba. Újra itt. Hotelben még mindig randizom Blue Media City. Nem sokára kicsekkolunk, már összepakoltunk a szobában, ettünk egy finom reggelit. Hétfő reggel van, Csabi nagyon dolgozik. Ez a legnehezebb napja a hétnek mindig. Itt sétálunk át egyik szárnyból a másikba, kávéztunk egyet a teraszon. Jó, tehát akkor átszállt hozzá, jó. És az a terv már, hogy egy kicsit csúszdázni fogunk, megnézzük az Atlantiszt. Voltunk már korábban, de ott legalább van saját part, élmények, csúszda, úgyhogy egy kicsit szórakozunk így gyerekek nélkül is. Ülünk egy fóliázott székű buszon. Vadi új, meg a fóliás a szentek. Igen, elmentünk az Aquapark bejáratához, itt az Atlantis bejáratához, ahol megkérdezték, hogy ingyen szeretnénk-e parkolni, vagy sem. Mondtuk, hogy ingyen, úgyhogy elirányított... Milyen kérdés, nem? Kifejezetten fizetni szeretnék most a elirányít... Miután tegnap megbüntettek minket 150 dirhamra. Igen, innen ilyen... buszok viszik át a leparkolt utasokat a bejárathoz. Vagyunk a Pálmán, itt nekem jobbra az Atlantis,
és az Atlantis vízi vidám parkban vagyunk, millió csúszda, nagyon szép part, mi most épp itt a parton heverészünk az árnyékba. Csúszdázni még nem csúszdáztunk, de később majd biztosan fogunk, de egy pár évvel ezelőtt, amikor voltunk, akkor kipróbáltunk szerintem minden csúszdát, amit csak ki lehet próbálni. Sziasztok! Itt vagyunk még mindig Dubajban, és elérkeztünk az utolsó napjainkhoz, itt meg vannak számlában már az óráink. Úgy döntöttünk, hogy még azért belesűrítünk, amit csak tudunk az itt létünkbe, úgyhogy most itt vagyunk a Medinát területén, Medinát Jumeira területén, és egy ilyen kis abrán, vagyis egy ilyen régi típusú helyi hajón fogunk egy kicsit ezeken a mesterséges lagunákon hajózgatni, és itt körbenézni, hogyha minden igaz. Itt voltunk már 10 órára, amikor nyit minden. Az összes étterem és minden zárva van még, és alig volt néhány ember. Nagyon kis izgalmas volt így csatangolni itt ezeken a kis sikátorokon. Úgyhogy most várjuk a hajót, illetve hogy legyen jegyünk, és elinduljunk, egy kicsit körbenézzünk, aztán a nap további részét pedig még kitaláljuk, hogy merre, de mondhatom, hogy ez az abszolút kedvenc helyünk itt Dubajban, nem először vagyunk, és ezen a részen is, és valami csodálatos. Ez is egy piac, majdnem ugyanolyan, ahol voltunk, csak sokkal rendezettebb. Ez egy modern piac. A Medinát után átjöttünk a Mall of Emirates-be, egy gigantikus méretű plázába, minden létező márkával. Nálam már van egy-két Victoria's Secret tagyor. Megmutatjuk nektek, hogyan lehet síelni egy plázában, de nem megyünk be, mert amikor itt voltunk egy jó pár évvel ezelőtt, akkor már ezt kipróbáltuk, és a Csabinak tetszett, nem? Szerintem jó. Nekem nem, mert szerintem olyan érzés volt bent lenni, mint hogyha egy ilyen fagyasztóládába dugnánk a fejünket. De nagyon erősen is. Ez egy hűtőszekrény, a sivatag közepén 50 fokban, itt van egy sípája, ez egy hűtőszekrény, úgy ahogy van. Vagyunk a Silicon Oázisban, Radisson Blue, hello Csaba! Megyünk egy picit pancsolni, kihasználjuk az utolsó napsugarakat. Itt most a 8. emeleten van a szobánk. És hol van a medence? 9. 10. Egy biztos, hogy azt gondolják, hogy eszkimok vagyunk. Nagyon-nagyon hideg van. Kb. 5 fokra van lehűtve. Minden. De túljártunk az eszükön. Hatalmasan nyitottuk az erkélyetet és pengettük a meleget. Megnézzük, milyen itt a medence. Hát búcsúzunk az utolsó hotelünktől is, a Radisson Blue Silicon Oázistól. Nagyon cuki kis apartment stúdiót kaptunk itt.
a Csabi itt heverészik mögöttem. Már összepakoltuk a csomagjainkat, úgyhogy el fogunk indulni, viszont nagyon későn megy a repülünk, úgyhogy valamilyen programot még mára ki kellett találnunk, így a Dubai Parks and Resortot fogjuk kipróbálni, ott van a Legoland és a Bollywood és nagyon sok minden más is, ahhez a helyhez már közel lesz a reptér is, úgyhogy onnan fogunk hazatartani. Az utolsó program, amin részt veszünk, amit kipróbálunk, megnézzünk, az itt a Riverland, Dubai Parks and Resorts, itt van a Legoland is egyébként, a Motion Gate, a Bollywood, és ez a Riverland Dubaja bejárata a helynek. Itt kezdünk. És hát amit feltétlenül el kell mondani, hogy rövidesen véget ér a mi kis elszökésünk. A gyerekek nélkül jöttünk, most bemegyünk egy gyerekparkba. Ami kicsit furi, de azért körbenézzük. Lesz Legoland, amit én már nagyon várok, tök kíváncsi vagyok rá. Illetve amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy amikor megérkeztünk, akkor meghoztuk a rossz időt, és most, hogy megyünk el, így meghoztuk a jó időt. Kegyetlenül meleg lett ma. Igen. Döntöttünk, hogy ebben az elképesztő hűségben nem a szabadtéri programokat próbáljuk ki, hanem a Legolandes víziparkot, tehát egy kicsit ilyen csúszás, vizes élményben lesz, ha minden igaz, újra részünk, mert nagyon-nagyon meleg van. Pedig én kardoskodtam, hogy egy kis sivatagi kocogást még dobjunk be a mai programba. Nem lesz sivatagi igen, kocogás. Igen, itt most csúnyán befűtöttek. Jó, most kipróbáljuk azért, hogyha a legközelebb jövünk majd, és el tudjuk hozni a gyerekeket is, akkor majd már nagyon járatosak megyünk. Képzettek leszünk.